Ezen a héten számos program fogja várni önöket, a kismamákat, a gyermekeket. Azokból a szolgáltatásainkból szeretnénk egy kis képet, mozaikot mutatni önöknek, amiket az édesanyáknak, a gyermekeknek tudunk nyújtani, akár a szülés előtt, akár a szülést követően. Lesz babaúszás, lesz babamasszázs, meg lesz egy nyílt nap a szülészeti osztályunkon. A mai nap számos szakmai előadás, tombolasorsolás és olyan programok lesznek, amik igyekeznek bemutatni intézményünk által nyújtott szolgáltatásokat. Én azt gondolom, hogy elmondható kórházunkról is, ami abszolút országosan is most már kimondható, hogy az elmúlt két évben folyamatosan nő a születések száma. Ez nyilván köszönhető a kormány számos családbarát intézkedésének, de én azt gondolom, hogy annak is mindenképpen, hogy az intézmények egyre inkább igyekeznek családbaráttá, bababaráttá válni, és igyekeznek olyan körülményeket kialakítani az intézményben, amelyek bizalmat gerjesztenek, és látják az édesanyák, a leendő szülők, a családok, hogy itt tényleg őszinte igaz gondoskodást kapnak a várandós gondozás alatt, illetve a szülés alatt, és azt követően. Röviden szeretném ismertetni a programokat. Ugye a mai nyitó rendezvényünk után a holnapi napon az Albert Schweitzer Kórház Rehabilitációs Központjában babaúszást fogunk tartani. Az úszásoktató rendelkezésre áll a szülőknek, és meg tudnak kérdezni tőle minden információt, amire kíváncsiak. A következő napokban az új 60-i és az óhatvani védőnői szolgálatban lesznek nyílt nap, ahol a védőnő kolléganők fogják a kismamákat koordinálni, és nyugodtan menjenek és érdeklődjenek, és tegyék fel a kérdéseiket. Következő programunk a babamasszázs program lesz, amit Tóth Györgyné Gizus fog tartani a Manópontban. Ez is egy nagyon érdekes téma, biztatom önöket, hogy vegyenek részt rajta. Majd a program zárásaként itt az Albert Schweitzer Kórház szülészeti osztályán 8-án pénteken nyílt napot tartunk, ahol betekintést nyerhetnek az osztály életébe. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy szülésznőkkel és orvosokkal tudjanak beszélgetni. Megmutatjuk a szülőszobát, és tehát tulajdonképpen, hogy hogyan készüljenek fel a szülésre, erről egy rövid kis tájékoztatót is fogunk nyújtani önöknek.